köszöntöm a Baracsi Média Televízió kamerája előtt Kohutin távoli Margit igazgató asszony, és beszélgetünk, akkor beszélgessük egy kötetlenül, próbáljuk meg beszélgetni az iskola kezdésről, az idei tanévről, hány gyerek járt ide, vagy jár ide most pontosan, mekkora a létszám most az iskolának. Jelen pillanatban 213 tanulónk van, egy picikét kevesebb, mint a tavalyi tanévben. Alsó tagozaton 90 tanulónk, és felső tagozaton 123 tanuló. Ez is mutatja, hogy a következő években is csökkenés várható kismértékben. Tanári kar változása? A tanári kar jelen pillanatban 15 álláshelyünk van az iskolánál, az általános iskolánál. Változás történt, az iskola vezetésnél Gondárnél Lukács Ágnes lett az igazgató helyettes. Három új pedagógus kezdett az idei tanévtől dolgozni nálunk. Úr Emese teljes állásban, ő baracsi származású, örültünk neki, hogy ide tudtuk venni. Végeredményben tanítói és napközis feladatokat lát el. Két óraadónk van még új, az egyik Gábor Renáta, ő fizika szakos és a hiány fizika szakot pótolja iskolánkba, és Szőkéné Kalló Erzsébet, ő pedig a technikát tanítja az idei tanévtől. Mennyi osztály van most az idei évben? Jelen pillanatban 10 osztályunk van, nagyon örülünk, hogy a képviselőtestület megengedte, hogy az idei tanévtől a 7. osztály is bontva legyen. Pedagógiailag nagyon szükséges volt, hisz 35 tanuló volt abban a 6. osztályban, és problémás gyermekek is voltak, akik szakértői véleménnyel rendelkeztek. Mi a tervei az iskolának az idei évben? Hát a főbb tervek, végeredményben a törvényi változás alapján be kellett vezetnünk a mindennapos testnevelést az 1. és 5. osztályba. Nagyon szerencsések voltunk, mert eddig is volt 3 testnevelés óránk, illetve 1 táncóra, így 1 plusz órát kellett a 2 évfolyamhoz tennünk, és megvan a mindennapos testnevelés órájuk. Folytatjuk továbbra is a reggeli ügyeletet, szükséges ugye a tagiskola miatt, mert Kisapostagról átjárnak felső tagozatos gyerekek. Az egészséges életmódra nevelésnél az iskola gyümölcs és iskola tej programba benne vagyunk. Iskola tejet mindenki kap, minden iskolában töltött napon, tehát az 1-től a 8. bezárva. Az iskola gyümölcs program viszont csak az alsó tagozatra érvényes. Ők ma kapták meg az első gyümölcsöt, ami körte volt. Hát ez nagyon jó. Meddig tart az iskola program, vagy az iskola tejprogram? Tehát hallottunk a híreket, hogy csak decemberig, vagy van ennek lehetőség, hogy kivigyék a tanév végéig? Mi erről a hírek? Én úgy tudom, hogy december végéig van meg a szerződés, biztos, hogy tovább lehet vinni. Nálunk ez idén van először. A tagiskolában volt régebben, és annyi változás történt, hogy nem kell tárolnunk a tejet. Mi azért nem léptünk be régen az iskola programba, mert nem volt megfelelő hűtőkapacitás, ahol ugye a tejet tudtuk volna tárolni, minden nap hozzák, és másnap ugye elviszik a műanyag üvegeket, tehát a szelektív gyűjtés is így megtörténik. Ez baracsi tej, vagy valahonnan máshonnan származik? Puszta Szabolcs, tehát nagyon a Fejér megyéből. Emlékszem, amikor én iskolás voltam, az nem ma volt már, de emlékszek rá, hogy nekünk is járt az a kis dobozos 2,5 decis tej, és ugye egyszerű volt a világ, mert 2 kifit adott anyám ugye 10 óraira, és akkor már meg is volt az egész napi, vagy egész délőtti lehetőség. Egyéb programok mit várhatok még az idén? Egyéb program is várható. Az ökoiskola pályázatunk, ami 3 évre szólt, és másodszor nyertük meg, lejár. Harmadszor szeretnénk az idén pályázni, hogy újból megkapjuk ezt a címet, és utána, ha megkapjuk, akkor lehet örökös ökoiskola címre pályázni, és ezt is szeretnénk megvalósítani. A tehetséggondozás terén rendkívül sok szakkört működtetünk, regisztrált tehetségponttá váltunk, és a további feladatunk, hogy akkreditációt is megszerezzük. Ez mivel jár? Tehát miért jó ez? Pályázatokban vehetünk részt, és reméljük, hogy nyerni is fogunk, illetve
minden gyermek tehetséges, és nekünk is az a feladatunk, hogy mindenkinél megtaláljuk azt, amiben jó, és azt tovább tudjuk fejleszteni, mert az a gyereknek is öröm, és a sikereket hoz. Szerintem ezt az iskola eredményei híven tükrözik, úgy a sport, a tánc és a több tanulmány eredményeknél is. Pályázni, mire pályázik az iskola? Mire tud pályázni az iskola? Támogpályázatot készítettük el, az Innovatív Iskolák Fejlesztése című pályázatot. Úgy volt, hogy tegnap már be is tudjuk adni, mivel a beadási határidőt elnapolták, így várjuk a beadás lehetőségét, a pályázatunk készen van, nyáron ezzel foglalkoztunk, illetve a tanév elején. Ez szintén nagyon jó, mind a három iskola benne van, tehát a két tagiskola, illetve ugye a mi iskolánk. Végeredményben nagyon sok eszközt hozna, ha sikerülne megnyerni az iskolák számára, és rendkívül sok változatos programot. Erdei iskolától, sporttábortól, nyelvi tábortól, nyelvi témahetektől kezdve informatika szakkörig, média szakkör a gyerekeknek, és fel se tudom sorolni, rengeteg sportköri órát terveztünk, tehát ezt nagyon szeretnék megnyerni is. Reméljük. Reméljük sikeres is lesz, hát az önkormányzatunk teljes messzélségükben mellette áll ugye a pályázat támogatása mellett is, és azon gondolkodtam most, hogy itt felsoroltad ezeket a rengeteg mindent, hogy milyen jó most gyermeknek lenni itt Baracson, de, vagy milyen jó ebben az iskolába járni itt most Baracson. Van-e valami nehézség, ami, csak megkérdezem én ezt, hogy van-e valami nehézség a most az iskolakezdéssel kapcsolatban? Az osztályfőnökök a szülői értekezleteket megtartották, problémát nem jeleztek felém, akkor ezek szerint gondolom, hogy nem is volt, mert másképp elmondták volna. Ugyanakkor nagyon köszönöm a szülőknek az eddigi segítségüket, és ezután is várom a támogatásukat, segítségüket az iskola és a gyermekek érdekében. Hát köszönöm szépen ezt a tájékoztatást, én is ugye szülő vagyok, és a szülők nevében is köszönöm, hogy a Baracsi Média Televíziónak ezt elmondta a kedves igazgató asszony, és sok sikert kívánok az idei tanévhez, legyen a gyerekeknek ez felüdülés, szinte az iskolába járás, és a tanároknak is egy kellemes munkahely. Nagyon köszönjük a megkeresést, és várjuk legközelebb is.